Köszöntöm a nézőket! Pénteken megnyitják a velencei tavi turisztikai szezont, vagy évadot. Ezzel kapcsolatban van itt a vendégem a stúdióban, Teszeli Zoltán, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő, akivel elsősorban a velencei tavi fejlesztésekről beszélgetünk, és természetesen még minden másról, ami az ön területéhez tartozik. Ahogy mondtam, pénteken, azaz holnap megnyitják a velencei tavi turisztikai évadot, ami mindig egy nagy esemény, és hát nagyon sok fejlesztés történt ott a környéken. Többek között a velencei tó partfal rekonstrukciója, ami már lassan, ha jól tudom, akkor be is fejeződik. Igen. Köszönöm szépen a meghívást. Jó itt lenni önökkel. Valóban régóta vártunk rá. Talán egy különleges évad lesz az idei, hiszen talán az mondható, hogy 2021-ben még jobban vártuk, mint annak előtte. Igaz, hogy a tavalyi esztendő sem sikerült rosszul, hiszen pont abban a nyári időszakban azért lehetett használni a velencei tavat, a velencei tó környéki turisztikai szolgáltatásokat, de azt reméljük, hogy most, hogy látjuk, hogy milyen jó az átoltottság, milyen szépen csökkennek a fertőzési számok, most úgy gondolom, hogy talán még teljesebb lehet ez az idény, és valóban azért is különleges, hiszen 2014. februárjában kezdődött el az a nagy beruházás, ami az egész velencei tavat érinti, hiszen körbe a velencei tó környékén megújulhatott a velencei tónak a partja. Ez egy környezetenergia hatékonysági programból megvalósuló fejlesztés, tehát tulajdonképpen egy természetvédelmi, egy környezetvédelmi fejlesztés. Ugyanakkor azok a partszakaszok, ahol strandjaink vannak, vagy sétányok jöttek létre, ezekhez a partszakaszokhoz hosszú-hosszú évtizedek óta nem nyúlt hozzá senki. Talán még Springer Feri bácsi idejében volt, amikor komoly fejlesztések voltak e tekintetben. Azok azóta elhasználódtak, több helyen balesetveszélyessé is váltak, és a 2014-es tervezés elkezdésétől, most június közepe, amikor levonulnak a kivitelezők a területről, a hosszú évek alatt sok-sok embernek a munkája dicséri azt a teljesítményt, amit most látunk a part környékén, tulajdonképpen majdnem készen van. Azt mondják a szakértők, hogy 98%-os a készültsége. Reméljük, hogy így is van. Elkezdődtek az átadás átvételi folyamatok, úgyhogy ez egy üdítő pillanat lesz, de lesznek még kapcsolódó beruházások, hiszen talán nem is olyan régen jelenthettük be, hogy ebben a fejlesztésben nem lehetett a vendégmólókat újjáépíteni, vagy csak nagyon kis hányadukat, amelyekre már korábban is volt működési engedély, azokat lehetett visszaépíteni, viszont sikerült egy plusz forrást találni, és hogyha már a turisztikai évadnyitónál tartunk, akkor talán pont az a miniszter lesz a vendégünk, Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, akinek ez köszönhető, hiszen nála jártunk Soltész Miklós államtitkár úrral, elmondva azt a problémát részletesen, amely nem csak a helyi horgászokat, de az odaérkezőket is, vagy akik csónakkal szeretnék használni a tavat, érintette, és nagyon gyorsan, talán az én pályafutásom alatt nem is volt ilyen, 2 hét alatt megszületett az a kormánydöntés, amely egy nagyon jelentős forrást biztosított, hogy ezeknek a vendégmólóknak a túlnyomó többségét vissza tudjuk építeni, mégpedig olyan minőségben, amely 21. századi, amely követi a velencei tóvizének a vízszint ingadozását, tehát nem lesz balesetveszélyes, ami nem olyan csúnya otromba, mint a régiek, hanem egy nagyon szép és modern, úgyhogy lesznek újabb és újabb lépések. Ezt a beruházást el fogjuk tudni kezdeni ősszel, amely kapcsolódik ahhoz az óriási beruházáshoz, amely 14 milliárd forintból valósult meg, a partfaj rekonstrukció, amelynek volt különben egyéb más
nem csak a partfal volt érintett, hanem belső kotrások, az áramlásnak a biztosítása, halbölcsöknek a létrehozása, a náddal kapcsolatos fejlesztési elemek, tehát egy nagyon sokszínű beruházást tudunk lezárni. És akkor mondta, hogy ezeket a vendégmólókat és a többi ilyen magánkikötőt, a VVS-i telepen ott már elkezdődtek a munkálatok? A VVS-i telepen tudtuk megnézni, hogy így fog ez kinézni, tehát ez egy jó minta volt, mert itt bemutathatóvá vált. Tulajdonképpen a kivitelezői körnek sikerült egy előszerződést kötni, tehát hogy azok, akik a nagy beruházásban szerepeltek, ők fogják tudni ezt megvalósítani, de hát még különböző eljárások kell, hogy addig ezt megelőzzék, illetve nyilván a strand időszakban nem szeretnénk a régieket sem lebontani, tehát csak ott kezdődik majd el ezeknek az építése, ahol üres területek vannak, ahova már most tulajdonképpen fel tudnának vonulni, és akkor majd ősszel oda lehet áttelepíteni azokat a hajókat, amelyek olyan kikötőkben vannak, amelyek elbontásra kerülnek. Különben ott még ezek után még a mederkotrás is meg fog történni, tehát lesz meg feladat bőven. Nagyon sok fejlesztés van tényleg a Velencei tó környékén, így ahogy összeszedtem nagyjából. Az egyik fontos egyébként, vagy hát szintén így a turisztikai szempontból fontos, hogy pumpapálya épül, vagy már lehet, hogy lassan meg is épültnek mondhatjuk, Velencén, az egykori gyerektábor területén. Igen. Nagyon fontosak a kerékpáros fejlesztések a tó környékén, hiszen néhány évvel ezelőtt egy 12 kilométer összefüggő kerékpárutat adtunk át a Velencei tó déli részén, aztán azóta szép elemekben a Velencei tó tavi kör is elkészült, és most büszkén mondhatjuk, hogy a Budapest-Balaton kerékpár út a mi választókerületünket, tehát Pannonia szívét és a Velencei tavat 7 településen érinti, tehát a Budapest-Balaton is ide fogja hozni a kerékpárosokat Budapest irányából, és tovább lehet haladni majd a Balaton irányába. Nem mondom, hogy minden településen már tökéletesen rendben van a nyomvonal, mert még mindig vannak olyan területek, mondjuk ha csak Pákozdot érintem, ahol még a helyiek szeretnének változtatni rajta. Remélem, hogy tudunk észszerű változtatásokat, ami nem akadályozza azt meg, hogy ez meg is épüljön. És valóban ehhez kapcsolódóan ez a Bringa Park, amely egy országos programnak a részeként valósulhat meg, ez is a napokban jelenthettük be, hogy elindult a fejlesztése. Ráadásul ezért úgy is fogalmazhatnék, hogy a kettő az egyben, hiszen van egy gyerekpálya, és van egy olyan pálya, amelyet felnőttek, illetve profibbak tudnak használni, ez térben elválik egymástól, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon népszerű lesz, nem beszélve arról, hogy az a helyszín az a végtelenségig elhanyagolt állapotban volt, és hát köszönhetően a Kárpát-medencei Művészeti Alapítványnak ez megvásárlásra került, végre van egy felelős gazda, aki pályázatot nyújtott be ebbe a az országos Bringa Park programban, jelentős pénzeszközt rakott mellé, hiszen ha emlékeim nem csalnak, 23 millió forintot maga tett hozzá ez a beruházáshoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szép színes eleme lesz a turisztikai palettának, de ha már az alapítványnál tartunk, hát az alapítványnak rengeteg más olyan helyszíne is van, újak is, mondjuk mint a Meszlényi kastély, amely most már megmutatja, hogy egyáltalán abban a elerdősült területben hol is van, hogyha valaki oda felsétál, akár milyen romosak az épületek, azért ott a Velencei tónak a teljes milliójét ott az embernek magába lehet szívni, és hát büszkén mondhatjuk, hogy a tervei már elkészültek, már most már csak a forrást kell megtalálni ahhoz, hogy miből lehet ezt ténylegesen felújítani, és a közszolgálatába állítani, és valószínű ez a közszolgálat, ez turizmus lesz, lehet, hiszen azért azt ebben a járványügyi veszélyhelyzetben jól láthatjuk, hogy a belföldi turizmus, az a tavalyi esztendő is azt mutatta, hogy a járványügyi veszélyhelyzet hatására
nagyon jelentősen erősödött, és a mi területünk, Pannonia szíve, a Velencei tó, Budapest közelsége, a jó infrastrukturális elérhetőség miatt a magyarországi vendégeket várja a legnagyobb számban, persze nyilván a nagy szállodákban megfordulnak külföldiek is, de szerintem ez a mi térségünknek jó, és ez egy új fejlődési lehetőséget mutat. Igen, és ugye reméljük, hogy a gyerektábor is már esetleg jövőre megnyithatja újra kapuit egy megújult formában, igen. Hát ott is majd lehet. Igen, akkor. Sőt, hogyha információm helyesek, akkor az is ugye elkezdődött ennek a felújítása. A legutóbbi sajtótájékoztatón, ahol talán éppen közösen voltunk, ott láthattuk azt, hogy az tényleg az nem csak ez a kifejezetten csodálatos természeti szépségű területhez volt méltatlan, hanem az országunkhoz is méltatlan volt, amilyen állapotban volt az abban, amikor a gyermektábor, hiszen akkor, amikor ott voltunk, addigra pont odáig jutott el, hogy a területnek a rendezése, azoknak a növényeknek, illetve a szemétnek az eltüntetése, az már megtörtént, de még azért az elmúlt évtizedek nyomai azért mutatkoztak. Tehát én büszke vagyok, hogy ott előre lehet lépni. És hát egy kicsit haladunk, egy kicsit távolodunk most, hát mindig a Velencei tó környékén tartunk, de a Gyárdonyban is nagyon sok fejlesztés valósult meg, többek között, illetve valósulhat meg, többek között ugye gimnázium is fog épülni, és van még egy pár dolog, ami ott van Gyárdonyban. Ez egy nagyon lelkesítő téma. Én azt gondolom, hogy a következő parlamenti ciklus 4 éve, az talán elég lehet arra, hogy ténylegesen jó megoldásokat találjunk arra a jó gondra, arra a jó problémára, hogy a Velencei tó településének a népessége az az országos összevetésben is a legnagyobb népesség robbanáson ment keresztül, hiszen hogyha megvizsgáljuk egyes településeket, akkor mindenhol elmondható, hogy 20-30% közötti népesség növekedés volt az elmúlt 5 esztendőben. Ez azt jelenti, hogy például Gárdonyban a 10 000 lakos az most már több mint 12 000, majdnem 12 500-re emelkedett, de az összes többi település a legkisebbektől egészen Gárdonyig, ez kézzelfogható. Az önkormányzati infrastruktúra az nyilván nem lehet felkészült egy ilyen mértékű népesség növekedés. És ráadásul még azt is látnunk kell, hogy ez nem is arányos. Tehát nem a korfának megfelelő, hanem zömmel fiatal kis gyerekeket nevelő családok érkeznek a tó környékére, ami nyilván jó következménye a családtámogatási rendszernek is, eleve, hogy megszülethetnek azok a gyerekek, akiket a családok megterveznek. Tehát nagyon sokan költöztek erre a területre. Így az óvodai hálózat is, az iskolai hálózat is, de a középiskolai hálózat is megítélésem szerint kormányzati segítséget igényel. És valóban itt Gárdonyban ennek neki is fogtunk, különben talán érdekesség, és nem is biztos, hogy véletlen, éppen egy óvoda alapkő letételéről érkeztem Gárdonyból, ahol az Életfácska református óvoda új épületének az alapkövét tettük le. Ez egy 100 gyerek óvodai nevelését szolgáló, 4 óvodai csoport létrejöttét szolgáló fejlesztés, ami nagyságrendben 700 millió forintból fog megvalósulni. Ez az országos óvodaprogram keretén belül, amelyet a református egyház kezel. Az országban a céljuk, hogy 3200 új óvodai helyet hozzanak létre, és ez Magyarország kormánya 30 milliárd forintot biztosított az egész országos programra. Tehát az óvodai szinten már Gárdonyban is van előrelépés, de valóban azt tervezzük, hogy az általános iskola és a gimnázium ne egy közös épületben, hanem külön épületben tudjon azon a nagyon szép önkormányzati új település központ által létrehozott új település központon, ahol a Csukacsarnok van, de ide elképzelésre, tervezésre került egy tanuszoda is, tehát hogy itt egy új
nagyon pezsgő fiatalos életet képzel el a város, és hát mi szándékozzuk ezt minden lehetőségünk szerint támogatni, de nem csak Gárdonyt érinti ez az óvoda, illetve iskola fejlesztési program, hiszen gondolkodunk azon is, hogy mondjuk Velencén melyik az a helyszín, ahol létre lehet ilyet hozni, hiszen ott is nagy szükség van új óvodai férőhelyekre, de ott általános iskolai férőhelyek lesznek azok, amelyek még a közeljövőben kialakításra kell, hogy kerüljenek. Tehát a Velencei tó egészén van egy közös gondolkodás. Tankerületekkel, egyházi szervezetekkel, településvezetőkkel. Igen, és akkor nem olyan régen voltunk egyébként mi is Gárdonyban, mert meg az iskolának az új ebédlője is született, vagy hát megvalósulhatott. Meg ott volt energetikai fejlesztés is. Tehát ez érdekes, hogy ez a méretű város, hiszen a mi választókerületünkben kettő ilyen is van. Azt onnan itt lehet tudni, hogy a választási rendszere is más, tehát a 10 000 lakos fölötti településeknél körzetek vannak, és vannak az adott körzeteknek választott képviselői, ilyen ugye Bicske és Gárdony is. Nagyon sok pályázatot sikerült elnyernek, főleg a terület és településfejlesztési operatív programban, hogyha összeadjuk Gárdonynak az összteljesítményét, akkor azt gondolom, hogy a Fejér megyei összevetésben is talán az egyik nyertese ezeknek a beruházások. Kicsit tovább haladunk, Sukoron is vannak és voltak fejlesztések, vagy egy rendezvényteret álmodtak meg. Sukoró falu lévén, neki még talán Gárdonynál is több lehetőség nyílt pályázni, hiszen az Európai Uniós források elnyeréséreben a kisebb települések nem szenvedtek hátrányt, tehát ők is a topban a terület és település fejlesztési operatív programra tudtak pályázni, és voltak is sikereik, de itt érdemes beszélni Sukoró esetében a Magyar Falu programról, amely a választókerületünkben a 30 települést érint, hiszen az 5 várost nem, de a kisebb településeket igen, és Sukoró itt is több sikeres pályázatot nyújtott be, és igen, a közelmúltban voltunk egy olyan fejlesztésen, ahol ez a kettő talán össze is kapcsolódott, hiszen ott a piacnak a tériesítése és a sportparkonnál elhelyezett külterületi bútorok, az utóbbiak, a civilek pályázták Magyar Falu programból, a másik az egy nagyobb fejlesztésnek a csatolt beruházása volt, de ott én úgy látom, hogy Sukoron is jól mennek ezek a dolgok, mert elég sűrűn járhatunk oda átadni egy útszakaszt, vagy egy-egy ilyen fejlesztést, úgyhogy csak gratulálni lehet. És Pákozzon is azért van Magyar Falu programos fejlesztés, hiszen 2 járművet is kaphattak ott a településen élők. Igen, Pákoznál is ez a Magyar Falu, de hogyha a Sukoró irányából haladunk Pákozdra, akkor a közeljövőben át fogjuk adni ezt a turista házat, amely megépült, ugye a téri ödöm programon belül. Éppen azért nem adjuk át holnap, mert a kormány biztos, Révész Máriusz éppen előadója ennek a turisztikai évad nyitónak, és ott volt egy program ütközés, de a térben, mivel ott van, azért mindenképpen gondoltam, hogy fontos megemlíteni. Óriási különbséget mutat az is. Tehát, hogyha valaki emlékszik arra, hogy az az épület hogyan nézett ki, és hogy mi lett belőle, és persze én is hallottam, hogy volt, hogy egy-egy burkolat, vagy valami éppen nem tetszett, de különben, ha jól tudom, kicserélésre is került, de a kettőt össze sem lehet hasonlítani. Igaz, hogy nagyságrendben az több 100 millió forint, ami el lett költve, az azért elő is írja, hogy ott valami nagyon komoly eredménynek is kell lennie, de hogyha már turizmusról beszélünk, akkor ez a ház, ez biztos, hogy ezt fogja szolgálni. És igen, Pákozdon a 2 autó, de hogyha nagyságrendben a legnagyobb lehetőséget szeretném kiemelni Pákozd esetében, akkor a bölcsödéket tudom kiemelni, hiszen ott az önkormányzat meg tudott vásárolni egy olyan területet, ahova föl tudja építeni a bölcsödét, és
pályázott sikerrel, és ez is több mint 500 millió forintból, ott egy nagyon komoly, nagyon szép bölcsöde fog épülni, úgyhogy épp, hogy lezárták az óvodai fejlesztésüket, amivel szintén voltak problémáik, de meg tudták oldani, de most a bölcsödébe bele fognak tudni kezdeni, úgyhogy én polgármester úrnak sok erőt kívánok hozzá, mert sok dolga van, és én úgy gondolom, hogy nem is kerüli a munkát, mert jók az eredmények. És ha már itt a bölcsödét említette, akkor Kápolnásnyéken is már régi vágyuk valósul meg az ott élőknek, mert ott is lesz bölcsöde. Igen, ott is talán pár héttel ezelőtt rakhattuk le az alapkövet. Én még emlékszem rá, amikor a polgármester úrral bejártuk azt a területet, ami még csak álom volt, akkor nem is volt nyitva olyan pályázati lehetőség, amivel lehetett volna élni. Nyilván megismertük azokat a paramétereket, számokat, gyereklétszámban, igényben, amit a település vezetők elmondtak, és valóban aztán később nyílt egy olyan ablak, amiből ezt lehetett pályázni, és Kápolnásnyék sikeresen pályázott is, úgyhogy ott is már zajlik a beruházás. Ráadásul itt egy elég nagy bölcsödéről van szó, tehát elég sok lesz a férőhely, és hogyha jól tudom, akkor a munkahelyteremtés szempontjából is fontos ez a beruházás. De nekem is emlékeim azok talán 375 millió forint magasságában van az a beruházási összeg, amiből létrejöhet a bölcsöde. És a munkaerőpiacon egyrészt azoknak a szülőknek, ahol pici gyerek van még, óvodában még nem tudják fogadni, de a bölcsödében már igen. Nyilván ez könnyíti a munkához való hozzáférést, nem csak távmunkában, bár ahhoz is egyre több lehetőség nyílik, hogy távmunkában dolgozzanak a munkavállalók, de hogyha ez nem lehetséges, akkor a bölcsödei elhelyezés, a bölcsödei férőjegyek valóban ez a magyar gazdaságnak a fejlődését is szolgálja, nem beszélve arról, hogy a bölcsödében is sokan dolgoznak, hiszen a bölcsödei csoportonként azt nagyjából ki lehet számolni, hogy 3 munkavállalónak egészen biztosan az egész épület fenntartással együtt talán még ennél több munkavállalót is foglalkoztatni fog a bölcsöde. Ugye beszéltünk itt a bölcsödéről, óvodáról, iskoláról, elég sok minden fog megújulni, illetve már el is kezdődött a folyamat. Nyilván azért is van ezekre szükség, mert hogy a lakosság egyre nő és nő, tehát hogy sokan választják a Velencei tó környékét. Hát szerintem ez a magát a természeti adottságokat, magát a történelmi, kulturális gyökereinket, hiszen azért nagyon büszkék lehetünk mondjuk csak Vörösmarty Mihályra, de én azt gondolom, hogy ez is nyilván számít, amikor valaki lakóhelyet keres, hogy gyönyörű a természeti szépség, de történelmi múlt is van, arra is lehet hagyatkozni. Ugyanakkor azt meggyőződésem, mint valamikori városvezetőnek, hogy ez dicséri a településvezetőknek a munkáját is, hiszen valószínűleg ezek a mi településeinken, itt a Velencei tó környékén jó élni. Rendezettek a közterületeink, nyilván ebben szerepet kap az idegenforgalmi adó, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami növeli az önkormányzatnak a bevételét, de hát rengeteg feladattal jár, hiszen mondjuk, ha csak Gárdonyban megnézzük, hogy milyen nagy az úthálózat, az a lakosság számához képest is jóval magasabb, mint az országos átlag, hiszen a nyaraló övezetekben, zárt kerti övezetekben azért sok út van, ezek is zömmel aszfaltosak, azok is feladatokat rejtenek, de nyilván itt jó élni a Velencei tó környékén, más magyarázatát nem lehet találni annak, hogy ilyen sokan választják lakóhelyükön. Kicsit majd távolodunk most már a Velencei tótól, de mi maradunk az ön választókerületében. Múlt héten nagyon fontos bejelentést tett Soltész Miklós, és ön is hát ezzel kapcsolatban elmondta, hogy mi minden várható templomfejlesztések terén az egész megyében, és nyilván mondjuk azért a Velencei tó környékén is. Hát az országos templomfelújítási programban a Fejér megyét érintően 100+1 templom tud megújulni, ugye ezt jelentettük be a napokban.
Én nagyon büszke vagyok rá, mert ott is elmondta hát az ember, hogyha valahogy dobogóra kerül, akkor azt azért el szoktam mondani kellő szerénységgel, de hát mi ebben a választókerületben 850 millió forintot kaptunk Magyarország kormányától, és 42 templom, plusz, a plusz egy is a miénk, hiszen a domi kápolni a plusz egy, és aznak a felújítási költsége még a 850 millióba benne sem volt, mert azt a Magyar Honvédelem napján egy fontos bejelentésként gondoltuk, hogy a Doni kápolna lesz az a plusz egy, ami még ezekben a számokban nem is szerepelt, és tudomásom szerint az is nagyságrendben 100 millió forintból fog tökéletesen megújulni. Különben nagyon fontos volt, hiszen spányi püspök atya kérte ebben a támogatásunkat, hiszen éppen a napokban derült ki, hogy annak a tetőszerkezete az veszélyes. Úgyhogy így azt gondolom, hogy idejek korán sikerült erre megoldást találni. De mi nagyon büszkék vagyunk az egyházi fejlesztésekre, amelyek most itt a templom a bejelentésnek a tárgya, de nem csak templom, tehát közösségi terek, temetők újultak meg, az utóbbi kettő, a közösségi terek és a temetők az akkor Magyar Falu program kereteiből, közvetlenül az egyházi szervezetek tudtak pályázni, és ugye van közvetlen a számukra elérhető egyházügyi pályázatoknak két ablaka is, abban is jelentős források érkeztek a választókerületben, ez nagyságrendben olyan 300 millió forintról beszélünk ezekből a forrásokból, ami még plusz. Én fontosnak tartom, hogy ezek viszont nem csak épületek, nem csak a templomok újulnak meg, hanem ez hittem szerint az adott közösségnek a lelki életében is fontos lehet, és én nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon az nagyon fontos, hogy a magyar gyökereink, az európai magyar gyökereink is keresztény alapúak, és bennünket ez meggyőződésem szerint táplál. Volt olyan időszak, amikor ezeket a tápláló gyökereket nem csak az Európai Unió alkotmányából próbálták ki radírozni, hanem Magyarországon is voltak olyan politikai meggyőződések, hogy erre nincsen szükség, ez már a régmúlt, ez egy avitt dolog, de én hiszek benne, hogy nem így van, ez egy komoly közösségépítő dolog, hogyha egy hitközösségnek vagyunk a tagjai, és komoly hittel éljük a mindennapjaink. Akkor még egy kicsit távolodunk. Ugye Pázmándon is a tájház megújul, vagy megújulhatott, és a sportközpont előtt is azért egy kondiparkot lehetett átadni. Hát igen, a sportközpont talán, ha emlékeim nem csalnak, Pázmándnak az volt az elmúlt években a legnagyobb fejlesztése. Az nagyon szépre sikeredett, és valóban ott érdekes kép jelent meg a Fejér megyei illatban rólunk, hogy ott a kondiparkot, mint éppen használnánk is, legalábbis ott ilyen nyújtó gyakorlatokat végeztünk, hogy ilyen finoman fogalmazzak, de talán ennél is érdekesebb a tájház, hiszen ott sikerült a pázmándi idősebb közösséget rávenni arra, hogy összegyűjtsék azokat az értékeket, amelyek még elérhetőek voltak a településen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, szép tájház jött létre, és én úgy látom, hogy ráadásul a cél az is, hogy ez ne csak egy ilyen tárgyaknak a kiállító helye legyen, hanem ez egy élő tájház, tehát ugye ott van a kemence az udvar végén, és egy közösségi térként tud majd funkcionálni. Én ahogy visszaemlékszem erre az eseményre, nagyon kedves volt a idős hölgyekkel beszélgetni, akik még felvették a helyi viseletet, és hát nagyon ízesen és kedvesen sok új információval láttak el bennünket. Hogy az ön választókerületéhez tartozik Csapdi is, és hát nem is olyan régen egy alagutat adtak át. Hát az egy érdekes dolog volt, talán az is egy kicsit ilyen kuriózum, hiszen már beszéltünk a Velencei Tavi
kerékpáros körről, meg beszéltünk a Budapest-Balatonról, de a választókerületben van még egy nagyon fontos nyomvonal, ami jelen pillanatban csak a miénk, hogy így fogalmazzak, hiszen mi kitűztük azt célul pont a Budapest-Balatonra egy merőleges irányban, aminek különben van történelmi hagyománya is, mert a vámszedő jog elkerülése miatt itt volt a régmúltban is különben egy gazdasági útvonal. Mi egy kerékpáros nyomvonalon szeretnénk ezt valahogy rekonstruálni, és egy Esztergom Etyek Ercsi kerékpárút, amely ugye jelen pillanatban Tarján, Vaszté, Csabdi, Bicske, Három Rózsa, Etyek hozban ez egy épített kerékpárút, aztán azt követően Etyek és Gyúró között egy kijelölt, Gyúró és Tordas között épített, amely tovább még Martonvásárig is egy ideig épített, és onnan megint kijelölt. De nekünk az a tervünk, hogy ez végig Ercsitől Esztergomig épített kerékpár út legyen. Most ez a kerékpáros nyomvonal, ez keresztezte az M1-es autópályát, és egy nagyon érdekes technológiával, egy besajtolásos technológiával, úgy, hogy nem kellett az autópálya forgalmát egyáltalán szabályozni, egy alagút jött létre, és a 1-es főútnál pedig először rávezettük azonos szinten ezt a kerékpárutunkat a 1-es főútra, de ott nagyon nehezen lehetett áthaladni, hiszen lámpával is próbáltuk felhívni az autósok figyelmét a kerékpárosokra, de az nagyon veszélyes volt. Ott pedig viszont elvágtuk az utat, tehát el kellett terelni a kerékpárútra néhány héten keresztül, de ott is létrejött egy aluljáró, és most már biztonságosan lehet nem csak az M1-es autópálya alatt elhaladni, hanem az 1-es számú főút alatt is, és azt gondolom, hogy azóta még többen használja. És még egy úthálózat, a Verebbágyúró Etyek úthálózat fejlesztésének az előkészítése is megindulhatott. Igen, ez a Pannonia Szíve programnak a negyedik ütemének az egyik fejlesztése. Most ott tartunk, hogy úgymond társadalmasítás alatt van, tehát tervezők, akik közbeszerzési eljárással kilettek választva erre a munkára, ők szakmailag több nyomvonalat rajzoltak fel. Ezek közül a leginkább támogatott nyomvonal az minden településen, a települési honlapokon, a településnek a hírcsatornáin keresztül megismertette a településen élőkkel, és ezt követően jöttek vélemények, észrevételek, javaslatok, most ezeknek az értékelése zajlik, én úgy látom, hogy nagy nézeteltérés nincsen közöttünk, Verep tekintetében teljesen rendben vagyunk, Válon ott volt nagyon komoly javaslat változtatásra, de én ott úgy látom, most mindenki elégedett, és megtaláltuk a megfelelő nyomvonalat, és azt tudom mondani, hogy az én megítélésem szerint így van ez Gyúrón is, és Etyeken csak egy kisebb változtatást kellett eszközölni, talán egy picivel a településtől el kell az utat távolítani, de úgy gondolom, hogy ott is hamarosan rendben leszünk. Ha szükséges, akkor még a lakosságot személyesen is fogom tájékoztatni miniszterelnöki biztosként, akár fórum jelleggel, ahol van erre igény. Talán úgy látom, hogy erre Gyúron lehet jelen pillanatban. Ez a realitása. Tehát ez egy nagyon szép összekötő út lenne. Két fontos turisztikai célpontunk, a Velencei tó és Etyek között. Hiszen a Pannonia Szívének Etyek az ászlós hajója, a bor kultúrájával, azzal, hogy a Pannonia Szíve programban ott nagyon sok minden tudott szépen megújulni, és ez tényleg egy olyan borászati központ, ami nagyon ismert, most már mind a négy helyszíne, különálló helyszíne, a Öreghegytől Kecskegödör, Körpincéken át a gasztrosétányig, az újhegyi dülőig. Nagyon közkedvelt a budapestieknek kifejezetten, de külföldiek is szívesen látogatják, és ezeknek az összeköttetése, ez fontos lehet. Másrészt pedig a tanulmány az azt mondja, hogy ez az út az leginkább az érintett településeken élőknek a jobb közlekedési lehetőségeit fogja megteremteni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt itt a köztérben. Sajnos csak ennyire jutott időnk, mert még annyi fejlesztés van egyébként, ami egyébként a területén történt. Majd még akkor visszatérünk ezekre a fejlesztésekre. Nagyon szépen köszönöm, szívesen jövök máskor is. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, a köztérben Tesztali Zoltán, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő volt a vendégem, akivel elsősorban a velencei tavi fejlesztésekről és természetesen a választókerületéhez tartozó fejlesztésekről beszélgettem. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!